Hát jó, Evan. Te akartad. Kisrác koromban volt velem egy kis gond. Ne fosd be, semmi komoly. A kölykök 8%-a csinálja. Nem számít, csak valamiért, nem tudom az okát, de akkoriban csak ücsörögtem nap hosszat, és pöcsöket rajzoltam. Mi? Pöcsöket rajzoltam. Pöcsöket? Férfiakét? Igen. Nőit nem. Órákig képes voltam pöcsöket rajzolni. Nem tudom miért, de ha papír került a kezembe, rögtön virslire állt a cerkám. Beteges. Kurvára beteges. Szerencsétlen kölyök voltam, és úgy rajzoltam a pöcsöket, mintha az életem múlna rajta. Jól van, de nem igazán értem, hogy jön a képbe Becca. Elmondom. Oké? Okay? A drága látos Becca egész negyedikben mellettem ült. Én persze a suliban sem hagytam fel a művészetemmel. Igyekeztem titokban tartani a lőcsmániámat. Még én is tudtam, hogy golyós vagyok, képzelheted, mit hittek volna a többiek. Ezért minden pöcs karikatúrámat a szellemírtós uzsitáskámban tároltam. Egyszer, mikor épp egy hatalmas, véleres kolbászon dolgoztam, hirtelen... Béna! A farkad Becca lábára esett. Igen. Tudom. Úristen! Totál bekattant. Sikítozni kezdett. Beköpött a Dilinek. Amikor a Dili megtalálta a pöcsökkel teli kincses ládámat, ő is bekattant. Behívatta a muterékat. Kiderült, hogy valami vallási fanatikus, és azt hitte, megszállt engem a pöcsdémon. A szüleim még pszichiáterhez is elvittek, aki egyfolytában a pöcsökről beszélt. De annyit, hogy nem undorodtam a pöcsformájuk hajától, se hotdog, se jégkrém. Tudod, hány pöcsformájuk kaja van? Azok a legjobbak. Mit mondjak, ez nagyon durva. Hiperraki.